kezedben már fog már felhamontom. Újpest! Kézzel nyomodom, mert ez az igaz otthon. Én jobb rappernek tartom magam, mint focistának. Focista rapper, aki fineszes és sikeres. Nézz a széje, talán elmenőket látsz most. Itt egy csorszám, ott aztán majd megkapod a lángost. A közkedvelt rappert, Curtist senkinek sem kell bemutatni. Két éve robbant be a köztudatba, s azóta dalai a slágerlisták élére repítették. Saját szerzeményeivel óriási népszerűségre tett szert, a Facebookon például jelenleg 115 ezer követője van. Ám azt talán kevesebben tudják, hogy Curtis története nem a tipikus rapper tündérmese. Ő nem a gettóban nőtt fel, nem lopott, csalt és hazudott, hogy megélhessen, mint ahogy például a külföldi előadók állítják magukról. A fiatal zenész gyermekkora óta keményen dolgozott, alázattal, szorgalmasan, akkori céljai eléréséért, hogy népszerű labdarúgó lehessen. Gyertek be! Kezdjük is a múltammal. Itt nagyon sok kedves emlékem van, amik így fontosabbak nekem. Kezdeném is egyből, amit Újpesten szereztem, ezüstérem még NB1-be. Van még, amire büszke vagyok, NB3-as aranyérem, ezt Újpesten szereztem. Amikor sérülés után még visszatértem, játszottam velük, meg van egy NB2-es aranyérem, amikor a Kecskeméttel följutottunk az NB1-be, akkor én ott játszottam egy fél szezont Szivicsnél, és a foci pályafutásomnak az a legkedvesebb emléke, hogy nagyon jól éreztem magam Kecskeméten. És ez most a jelen, ami kitölti az életemet, a zene. Attila 17 évesen mutatkozhatott be először az Újpest színeiben, rögtön az élvonalban egy MTK elleni találkozón. Persze nem véletlenül kapott lehetőséget az akkori vezetőedzőtől, Urbányi Istvántól. Nekem nagyon jó emlékek vannak. Én mikor utánpótlásban ugye nagyon sokszor voltam házi gólkirály, utánpótlás válogatottba hívtak. Nem tudok rosszat mondani, így ugye visszagondolok így az újpesti évekre. Abban az időben úgy tűnt, a fiatal támadó karrierje sínen van és egyértelműen felfelé ível. Saját nevelésként került a profikhoz, amit óriási elismerésként élt meg a törzsgyökeres újpesti fiú. Nekem az jelentett az életemet. Hát napi két edzés volt, én mentem ki először a pályára, utoljára mentem el, én maradtam. Én első mindig kondíztam, utána leedzettem a csapat, utána még kimaradtam. Szóval nekem ez nagyon fontos volt, főleg azért mondom, mert Újpesten volt, és eleve az Újpest az életem, és mivel ott játszhattam, felelősséggel tartoztam. A focistából rapperré avanzsált Attila élt-halt a labdarúgásért. Annak ellenére, hogy sikeresnek tartotta magát, mégsem volt maradéktalanul elégedett képességeivel. Én nem voltam jó focista, én zongoracipelő voltam, én nem voltam művész, ilyen tehetség, hanem ugye vannak a zongoracipelők, én az voltam, én nagyon lelkes voltam, de voltak nálam jobb játékosok. Ám hiányosságait szorgalommal próbálta megkompenzálni. 15 évig játszottam, úgyhogy hogy minden nap nem volt télen, ha esett, ha fújt, ha bármi volt, én ott voltam, az biztos az edzésen. De az Újpestben mindenképp szerettem volna egy alapember lenni, és akkor onnan tovább lépni majd külföldre, válogatott lenni, és a többi. Szóval mindenképpen úgy képzeltem el, hogy én ebből fogok élni is. Sok fájdalom, azóta elégtek, a gyalog követtek, imáik elértek. Focista pályafutásának aztán egy tért sérülés vetett véget, és az azt követő időszak. Úgy érezte, edzője nem támogatja, a csapat elengedte a kezét, pedig ő mindvégig hűséges volt. Ez az egy, ami nagy tüske bennem, hogy nem állnak ki azok a játékosok, akik ott nevelkedtek, saját nevelésűek. Velem is így volt, ez az egy, de hál' Istennek nem függök ezektől az emberektől már, és azért nem haragszom rájuk, mert amit ott elvett az Isten, itt aztán most a zenében a dupláját vagy tripláját visszakaptam. Attila, vagy ahogy a rapperként népszerűvé vált Curtis, jelenleg az egyik legközkedveltebb magyar zenész. Meg annyi szakmai és közönségdíjat tudhat magáénak, és ez még messze nem a csúcs. Zenésztársával, Majkával nem csak kollégák, hanem barátok is, aki köntörfalazás nélkül beszélt nekünk Curtis labdakezelési képességeiről. 10 éve próbálok ugyanaz a srác lenni, de megváltozott a világ. Én is megváltoztam, ennyi. Nézd, a srác, hát ügyes. Az az egy, amit nem akarok semmikor ügyes lenni, semmiben. Attilának szerintem a képességeivel abszolút nem volt baj soha. Tehát mindig egy ilyen kiemelkedő futballistának számított a saját maga korosztályában, meg a közegében.
és közös sikereik titkáról is. Mi tényleg ugyanazon nevetünk, ugyanazt gondoljuk dolgokról, nőkről, világról, fociról, zenéről, mindenről, és ez azért nagyon fontos. A 24 éves rappernek tehát a zene segített megtalálnia a helyét. Lezárta a múltat, és állítása szerint semmi pénzért nem lenne ismét futballista. Amíg ez így lesz a magyar labdarúgásban, hogy úgy igazolnak játékosokat, hogy valamelyik visszacsorgat pénzt a fizetéséből, valakinek ez a menedzsere, valakinek az, és akkor az ismeri az edzőt, addig el is várjunk jobbat, szóval az addig ez nem lesz jobb. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben.